Kántor Gergővel, a magyar csapat harmadik táblásával beszélgetünk, aki most nyerte meg az üzbegek ellen a partiát. Elmesélnéd, mi történt a játszmában? Igen, futó FIS vezércsáv volt, egy kicsit meglepetésként ért engem, de azért tudtam, hogy mi van rá. Aztán a középjátékban nem találta meg a jó tervet, E5-re kellett volna rájátszania, nem talált tervet, és ezek után a vezérszárnyon előre mentem a gyalogokkal, és akkor végén egy ilyen kis taktikai csatapati után megnyertem a partit. És hogy áll a meccs? A többiek hogy játszottak? Első tábla döntetlen lett, másik két tábla van bonyolult, de szerintem a csapat győzelem az meg lesz. Tehát, hogyha ez a győzelem megvan, akkor már négy csapat győzelmünk lesz, ugye? Igen, az 10-ből 8 pontot jelent. Indiák ellen vesztettünk, mondjuk az belefér. Bár úgy tűnt, hogy talán azt is megnyerhettük volna, sajnos kicsit balszerencsések voltunk abban a meccsben, de még van a verseny fele vissza. Igen. Elmesélnéd, hogy mit szoktatok csinálni, milyen a napi rend itt a verseny alatt? De reggel 8-kor szoktam felkelni, 8:30-9-ig reggelizek, aztán készülni szoktam partira, utána ebéd, velünk délben vagyunk ebédelni, és kicsit pihenek, még egyszer látom a Marikat, aztán megyünk partira. Mert haza megyünk, vacsorázunk, és aztán nem tudom, ha szórakozni szoktam egy kicsit meg. És ne lezzi a többiek szobatársammal, meg a többiekkel. És milyen érzés, hogy itt Magyarországon rendezték meg a 16 évvel is sakk olimpiát? Jó érzés eléggé, tehát örülök, hogy megrendezte Magyarország, ez szerintem ez jó mindenkinek, a magyaroknak. Szerinted meg tudjuk rendezni majd a nagy olimpiát és a rendes olimpiát? Hát, remélem. És remélem, hogy akkor már vele is félek a csapatba, de úgy legyen. Köszönjük szépen!